Erre nincsenek szavak. 2021. augusztus 20-a óta látogatható a Szent István terem. De menjünk vissza az időben, hiszen története jóval előbb kezdődött. 1897 tavaszára nyúlik vissza, amikor Zsolnay Vilmos kezdeményezte az uralkodónál, hogy létrehozna egy tisztán majolika burkolatú szobát. A főépítész azonban úgy gondolta, hogy megbontaná a palota stílus egységét, hogyha csak kerámiával burkolnának egy termet, és ha a Zsolnay gyár tervezné ezt. Ezért javaslatot tett arra, hogy hozzanak létre három történeti dísztermet, amiből az egyik volt a Szent István terem, és az iparművészet legmagasabb színvonalát képviselte. Minden iparművészeti ágban olyat produkáltak, ami az akkori nagy iparművészeti cégeknek is komoly megpróbáltatást, megerőltetést jelentett. Ahogy én ide belépek, egyből elveszek a részletekben. Nem is tudom, hogy merre nézek. Rögtön ide a kilincsre például. Ennek a másodlagos ajtószájnak, amelyiket általában nem nyitottak ki csak akkor, hogyha ünnepélyesen össze akarták nyitni a termeket, van egy érdekessége. Elegáns módon akarták kivitelezni ennek a nyithatóságát. Függőlegesbe kell állítani a szárnyát, és így lehet kitálni. Van még egy másik kulisszatitka is a teremnek, ami általában nem látható a tárlatvezetések során, ez pedig a függöny mögött rejtőző ablakszerkezet és a spalettája, az árnyékolók. Háromféle árnyékoló volt a teremben, ez a spaletta, aminek egy eredeti vágóféle spalettazárat terveztünk vissza. Ez így nyílik, így lehet a kilincs segítségével rögzíteni itt a parkolóhelyzetben. A másik kettő ez a deszkácska redőnynek nevezett reluxa, ami pedig nem látható, mert fel van húzva, az a hímzett, illetve csipkével díszített vászonoló. Talán nem is hiányzik a természetes fény, hiszen 92 izzó világítja be a termet. Ezek a kis gömbizók természetesen ma már nem kaphatók, és az eredeti részcsészék láthatók kerámia gyűrűkkel, úgyhogy szerintem az utolsó részletig hiteles, korszerű LED modul van benne, aminek a színhőmérséklete azzal egyezik meg, amilyen egy korabeli izzólámpája lehetett. Megérkeztünk a terem talán legkarakteresebb eleméhez, a Zsolnay kandallóhoz. Ezt a kandallót háromszor állították össze. Minden oszlopnál ez a díszítő festés vialakban felfelé áll, az összes oszlopnál. Ez így volt még a Tékendrénél, felállított változatban, viszont a teremben valamiért ez így lefele mutat. Úgyhogy ennél is lefele mutatóan festettük fel. Ez a posztamens a tékműhelyében még úgy nézett ki, hogy fel voltak cserélve a bordó, illetve türkiz kis rombuszok egymáshoz képest. Ez azt az állapotot mutatja, hogy a teremben kinézett. Itt a kandalló előtt Mária Gyüdi édesvízi mészkő, vagy Mária Gyüdi márványlap található. Az a márvány látható itt pontosan, ami eredetileg is. Bár a bányát időközben bezárták, sőt rekultiválták, de sikerült még a kivitelezőnek kimenteni a néhány lapot, és úgy megtoldani ezt az 1616 mm hosszú legnagyobb elemet, hogy egyáltalán nem vehető észre benne a toldást, teljesen egy lapnak látszik. Ez volt az egyetlen út, hogy hiteles anyagból megcsináljuk egy darabból. A második világháborúban elpusztult, teljes történeti hűséggel újravarázsolt terem tártajtókkal várja az érdeklődőket, melyet a nyitás óta közel 11 000 látogató csodált már meg.